Gyenge az idei fenyőfavásás, csak nagyon kevesen érdeklődnek a hazai fa iránt, ezt mondták ma a város azon pontján, ahol engedélyezett árusítás folyik. A környék erdeiből származó fenyőfa iránti egyre alacsonyabb érdeklődés azonban már meg sem lepi az árusokat, akik úgy vélik, a jelenség az import fenyő dömpingnek tudható be, melyet dúslombozata miatt szívesebben választanak a vásárlók. Pedig a hazai fenyőfát jóval olcsóbban adják, mint a külföldi tájakról származó társaikat, hisz itt a legdrágább fenyő is csak 40-50 lejbe kerül, szemben például a Nordmann fenyővel, amelynek 80 lej métere, és nem beszélve arról, hogy a hargitai fenyő illatát semmi sem tudja felülmúlni. Ezt tartották a legfontosabb szempontnak azok, akik ma a Vásártér utcai junior áruház melletti parkolóban folyó fenyőfavásáron nézelődtek. Hát, ha kapok olyant, amilyen kell. Általában milyen fát választ az ünnepre? Én rendesen a Hargita hegyekből eredő, vékony, és 1 méter 25, 1 méter 50-ig maxim, és azt aztán bele tudom tenni egy vékony ilyen szuportba, alája vizet, és issza végig, amíg ott van, 2 hetet kitart. Miért ragaszkodik ahhoz, hogy hargitai fenyő legyen otthon? Annak az az illata. Székelyföldi illata van. Helyiek. Egyszer igen, és a másodszor az, hogy ezeknek ma jó illatjuk van. A szobában azok szép, jó, szépek, illatosok. Én kisebbet akarok, nem nagyobbat. Már ketten vagyunk, csak a feleségem, mert ott nincs még hosszat, csak az unokák nagyok most már. Általában hazai fát választ? Én azt mindig. Miért? Azért, mert nekem ennek az illata, hargita illata jobban esik, mint a dániai fenyő. A vásár kezdete óta mindössze 3 árusítási engedélyt kértek a polgármesteri hivataltól, bár Ülkei Zoltán, a városgazdálkodási osztályvezetője szerint az a jellemző, hogy az ünnepek előtti héten megnövekszik a kérések száma. Bár a törvény idevágó sorai szerint fenyőfát csak a helyi polgármesteri hivatal által erre a célra kijelölt helyen lehet árusítani, a városban több helyen is találkozhatunk kapualjakban, magánterületeken zajló árusítással. Ellenőrzésük nem tartozik a polgármesteri hivatal hatáskörébe, de a rendőrség vagy az erdészeti hatóság bármikor számon kérheti azt, hogy vannak-e hivatalos irataik az árunak.